Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit. A mai weekendben megtudhatjuk, miért fontos a kutya kozmetikushoz vinni például a négy lábunkat. Ellátogatunk majd a nyíregyházi állatparkba is, sőt fagyizni is fogunk. Először azonban egy Széchenyi sikerről számolunk be. Vendégeink Komoróczi Tamás felkészítő tanár és Gál Péter, aki 12-es és az érettségi lázában ég egyébként. Hát egy érdekes versenynek a győztesei vagytok, Péter, ugye? A cím Kódolj határok nélkül. Először is tanár urat kérdezem, erről a versenyről mit lehet tudni? Én azt tudom, hogy nem az első, tehát ennek már tulajdonképpen hagyománya van. És milyen céllal jött létre éppen a középiskolások számára? Hát a Belügyminisztérium és a NIS ZRT közös országos versenyéről van szó. Nem csak középiskolásoknak, hanem egyetemi kategória is van, mert mi nyilván a középiskolás kategóriában indultunk. Második évben hirdették meg, illetve mi második évben vettünk részt, tavaly is döntősök voltunk már ugyanezzel a felállású csapattal. Ott a legjobb 10-be kerültünk, tehát a döntőben részt vettünk, de a dobogóra nem sikerült felállni. Az hát akkor viszont rutinosak voltak egyrészt, másrészt meg gondolom, hogy ott volt bennük a becsvágy, hogy akkor most ebben a szintben meg már nem volt bennük vizsgadruk, hogy sokkal egyszerűbben tudták venni az akadályokat. És mi a célja ennek a versenynek elsődlegesen? Hát erről Péter többet tudna mesélni, mert a kiírásban megfogalmazta a Belügyminisztérium és a NISZ, hogy mi a cél, és ők ezek szerint készültek fel erre a versenyre. Nos, mesélj, Péter. Lényegében talán a nyílt forráskódú szoftvereknek a megismertetése a diákokkal, talán ezt mondanám a legfontosabb célnak a versenynek. Ilyen mondjuk a Linux vagy a LibreOffice szoftvercsomagnak a használata, illetve magára arra a gondolkodásmódra próbálja rávenni a gyerekeket, hogy nem muszáj mindent magadnak megcsinálni, hanem ami már ott van a világban, el van készítve és azt szabadon használhatjuk, azt nyugodtan építsük bele a saját programunkba. Tulajdonképpen ugye ezek a nyílt forráskódú szoftverek azt jelentik, hogy bárki számára elérhetőek, nem feltétlenül ingyenesek, úgy olvastam, de azért mégiscsak a nagy közönség számára is elérhetőek. Lehet, hogy a nézők nem is sejtik, hogy ők maguk is mondjuk ilyen szoftverek felhasználói, tehát egy kicsit erről a háttér tudományról azt gondolom, hogy egy laikus keveset tud. Tehát egy picit erről szeretnélek faggatni, hogy hogyan is kell ezt elképzelni, mi az a terület, amiben például ti mondjuk bele tudtok nyúlni, vagy egyáltalán hogyan terveztétek, hogy igazából mi lesz a projekt? Rengeteg fejlesztő dolgozik ilyen nyílt forráskódú szoftvereken, és ezeket a fejlesztőket általában mondjuk nagy cégek, ilyen mondjuk a Google vagy a Mozilla támogatja, és ők a lényegében munkaidejükben a közösség számára készítenek ilyen szoftvereket, ilyen mondjuk a Node.js, ami egyébként az egyik talán legelterjedtebb keretrendszer. És ezek a fejlesztők lényegében a közösség számára készítenek szabadon felhasználható szoftvereket. És szinte minden egyes program az ezekre a szoftverekre épül. És így készülnek el lényegében a világon az összes szoftver. Na, arról mesélj, hogy mi volt a ti célotok pontosan, illetve tényleg mit találtatok ki, és a nézőknek így meg is mutatjuk, ezt megpróbáljuk egy picit szemléletessé tenni. A mi feladatunk az valamilyen online tudás megosztó portálnak a létrehozása volt igazából, ennyit kaptunk feladatnak, és onnétól kezdve szabadon gazdálkodhattunk a saját ötleteinkkel. A mi ötletünk az volt, hogy a közösségi platformoknak a népszerűségét próbálnánk kötvözni egy online tudás megosztó portálban, ahol a felhasználók posztokat tehetnek közzé, akár csak a Facebookon, és ezeket a posztokat olvasgathatják ugye a másik felhasználó által közzétett posztokat, és jutalmazhatják azokat az írókat, akik úgy gondolják, hogy a legjobb írásokat csinálják ezen a platformon. Továbbá még készítettünk egy kérdések és válaszok menüpontot is. Ebben a kérdések és válaszok menüpontban a felhasználók feltehetik a kérdéseiket, és hogyha mondjuk nem értenek valamit, akkor csak rá kell keresniük, és nagy valószínűséggel ott lesz, vagy pedig, hogyha nem találják meg a választ, akkor pedig feltehetik a saját kérdésüket. Illetve még van egy beszélgetés menüpont, itt pedig a hasonló érdeklődési körrel rendelkező felhasználók beszélgethetnek bármire, mondjuk, hogyha jön egy új frissítés, ami nekik nagyon tetszik, és úgy gondolják, hogy ezt meg kell osztani a
hasonló érdeklődési körrel rendelkező emberekkel. Két társaddal alkottátok ezt a csapatot, mennyire gondolkodtatok tulajdonképpen együtt, vagy voltak-e olyan pillanatok, amikor mondjuk három irányba indultatok el? Az első perctől kezdve egy csapatként próbáltunk meg dolgozni. Erre megvan a megfelelő platform, tehát hogy tudunk egyszerre kódolni, és látjuk egymás munkáját folyamatosan. Lényegében úgy volt főként elosztva ez az a munkafolyamat, hogy én kódoltam nagy részben, Bence és Dominik pedig a dokumentáció, illetve a tesztelésben segítettek. Viszont mondjuk Dominik is segített nekem kódolni, főként távoli, szerver oldali kódokat készített, én pedig főként a kliens oldali, tehát amit a felhasználó lát, a felhasználói felületet készítettem el. És mennyi idő alatt készítettétek el ezt a munkát? 24 óra állt rendelkezésünkre, viszont nyilván 24 órán keresztül nem lehet dolgozni, nem lehet teljesen odafigyelni. Körülbelül 18 órán keresztül kódoltunk és dolgoztunk a projekten. A maradék 6 órát pedig arra szántuk, hogy próbáljunk mindent ledokumentálni, illetve feltölteni, mivel hogy ezt egy távoli szerveren is elérhetővé kellett tenni, hogy a zsűri kipróbálhassa, hogy ugye otthonról dolgoztunk. Én azt hittem, hogy erre hetek álltak a rendelkezésetekre, és szépen lassan összeraktátok, tehát akkor ez tényleg egy verseny volt élesben. Tanár úr, ebbe hogyan tudott segíteni? Vagy mint felkészítő tanár a tudást adta hozzá, vagy ellenőrizte is? Nem, a verseny az a csapattagjainak szól. Itt a felkészítés során, az alapozásban, illetve a tudás átadásban volt elsődleges szerepem, illetve azt, hogy összefogtam a csapatot, hiszen több fordulón keresztül zajlott, és az információkat meg kellett osztani. Itt az alapozásra kellene leginkább kitérni, hiszen az iskolánkban, a Széchenyiben úgy jönnek be a gyerekek, hogy nem nagyon tudják, hogy mi az, hogy programozás. Itt derül ki számukra, és itt mélyülnek el azok a képességek, amelyekkel ilyenekké válhatnak, mint Péter is. Tehát nagyon sok szakmai óránk van, aminek a keretében ezeknek az alkalmazásoknak az alapjait megtanuljuk, illetve van szakkörünk is, amit az iskola az ELTE-vel közösen szervez, és mind a hárman tagok voltatok ott a szakkörön, egy tehetséggondozó szakkör, ahol kifejezetten a programozás mélyebb részeibe tekintünk be. Tehát itt megalapoztuk, az összes többi innentől kezdve viszont az ő munkájuk volt, sőt előírás is volt, hogy ez saját munka legyen, tehát a csapatvezető megszervezi, de a tanár csak kicsit vesz részt ebben a munkában. De azért együtt örülve a sikernek nyilvánvalóan. Sajnos elfogyott az időm, pedig most még tényleg nagyon sok mindenre kíváncsi lennék, de azért arra még kíváncsi vagyok, hogy mit nyertetek. Egy MSI GF65 szín típusú laptopot minden egyes csapattagom kap egyet, illetve tanár úr nyert egy maximum 100 000 forint értékű nyert forráskódú továbbképzést. Bora Miklós és Pál Dominik volt, ugye, a két társad. Hát szívből gratulálunk tanár úrnak, pedig kívánjuk, hogy még sok-sok generációnak tudja átadni azt a tudást, amit többek között most ezzel a díjjal nyert. Köszönjük szépen! Mi köszönjük. Kedves nézőink, a következő percekben pedig azt mutatjuk meg, hogy miért fontos időnként kutya kozmetikushoz vinni négylábú kedvenceinket, és hogy hogyan kezelhetjük mi magunk is otthon a különböző szőrtípusokat. Egyre több felelősségteljes gazdi foglalkozik komolyan a kutyák szőrápolásával, de azt azért erősen kétlem, hogy mindenkinek ilyen komoly arzenálja van. Hát ők kifejezetten kozmetikai eszközök, ebben van fésű, kefe, rövid szőrzetre, hosszú szőrzetre való eszközök, ajszőrkiszedők és gerebjék, és akár trimmelő kések is. Megjöttünk, mondanám, hogy az első áldozatunkhoz, de hát ahogy elnézem, eléggé élvezi. Ő egy rövid szőrű kutya, ha jól látom. Ő egy mops. Neki van ajszőrzete, amit most látjátok, hogy elég szépen hullajt. Ez az ajszőrkiszedő szerkezetünk. Ilyen picike kis fogakkal rendelkezik, mint egy fűrészlaphoz hasonló az éle. Ezáltal nagyon könnyen ki tudja szedni a rövid szőrű kutyusokból az ajszőrt. Tehát ahogy amint látjátok, és elkezdtem vele úgymond simogatni, és még jól is esik neki,
így nagyon-nagyon sok alszőrt el tudunk távolítani. Meg hát gondolom egyébként utólag a kutyának azért ez egy nagyobb szörmennyiség esetén egy óriási megkönnyebbülés is. Ugye higiéniailag is fontos, hogy időközönként azért megtisztuljon a kutya. Nem feltétlenül a rövidnél, de a rövid szőrűnél is előfordul nyáron ilyen hotspotos betegség, ami amiatt van, hogy nincs kiszedve belőle az alszőr, és befülled a bőre, és akkor ilyen csúnya, gennyes, sebes foltok keletkeznek a kutyán. És ami még nagyon fontos, amit otthon a gazdi meg tud tenni, akár egy rövid orrú fajtánál, de ez bármelyik fajtánál fontos lehet, a rövid orrú fajtáknál ugye itt az orr feletti redőnek a tisztán tartása, ami nagyon könnyen befülledhet és begombásodhat, és utána a kutyusnak ez fájdalmat is tud okozni, és ugyanakkor a szem előtti könycsatorna részt is érdemes mindig tisztán tartani, mert nagyon sok gomba és baktérium telepedhet meg, ami által ugye a fehér szőrzetű kutyáknál elszíneződhet a szőr, ezáltal különböző betegségeknek a melegányát teremtjük meg, hogyha ezt nem csináljuk meg. Nagyobb kutya, kicsit nagyobb arzenállal, úgy látom, hogy itt komolyabb eszközökhöz kell folyamodni ahhoz, hogy tökéletes legyen a végeredmény. Ő egy drótszőrű fox terrier, ezzel el is mondtam a szőrzettípusát, tehát drótos szőrzetű. Neki trimmelős szőrzettípusa van. Még rajta kívül van szálkás szőrzetű és vegyes szőrzetű szőrzettípus, amit ugyanígy trimmelni szoktunk. Trimmelés pedig maga azt jelenti, hogy az elhalt szőröknek az eltávolítása a kutyából. És ez neki egyáltalán nem fáj, mert ezek mind alapvetően beérett és elhalt szőrszálak. Ehhez használunk trimmelőkéseket, különböző méretű és hosszúságú sűrűségű fogazattal, és használunk ajszőrkiszedő keféket, ezek a kótkingek. Tehát ezzel az ajszőrt szedjük ki, hogyha van. És a mai utolsó paciensünk, hogyha fogalmazhatok így, a legkisebb kutya a leghosszabb szőrrel. Akinek alapvetően földig leérő hosszú szőrzete szokott lenni kiállításokon, de mivel ő egy hobbi kutyus, ezért ő rövid szőrben van tartva. Egészségügyi részekről kinyírjuk a szőrt, ezek lehetnek a szem előtti részek, lehet a genitáliák körülötti részek, végbélnyílás, ivarszervek, és ami még nagyon fontos lehet, már most a tavaszi-nyári időszakban, a mancsból kinyírni a szőrt. Különböző toklászok is, és nagyon sok bosszúságot képesek okozni, akár a kutyusnak, akár a gazdinak. Egész mélyen be tudnak ágyazódni a bőrbe, és utána vannak olyan kutyusok, akiket sajnos muszáj megműteni emiatt. Nem a kutyusnak a szőrére rakjuk rá a sampont, ehhez használhatunk fürdőrózsát is. Fontos, hogy otthon is kétszer samponozzunk. Először ugye feláztatjuk a kutyáról a megtapadt szennyeződéseket, másodjára pedig beápoljuk a szőrzetet az adott vitalizáló samponnal. Ezek speciális törölközők, kifejezetten szőr özlettek kitalálva. Hasonlít egy kicsit a mechanizmusa a kocsin használt ilyen szarvasbőrhöz, hogy beszívja, szinte nullára beszívja az összes vizet a kutyáról, és szinte száraz, tehát nagyon-nagyon sokat elvesz a szárítási időből. Bizonyos kutyák gondolom azért félnek mondjuk a hajszárítótól. A szárítás az nem feltétlenül csak a kozmetikában fontos. Nagyon fontos, hogy otthoni fürdetés után is legyen kiszárítva a kutyusnak a szőre. Nagyon sok bosszúságtól mentjük meg magunkat. Nagyon szépen össze tudja állítani a szőrét. Tehát gyönyörű szép kis csomók, filcek lesznek a szőrben, amit utána sokkal fájdalmasabb kibontani a kutyusnak is, meg sokkal hosszadalmasabb is nekünk. Mindig hátulról haladunk előre, a hátvonalon szárítunk először. Ami még nagyon fontos, hogy szárítás közben langyos levegőt fogunk használni, és teljesen a szőrtövétől kezdünk el kifele fésülni. És akkor ezt minden gazdi otthon is így kellene, hogy ilyen szakértelemmel végezze, igaz? Hát a szakértelem az nyilván az nálunk megvan, de mivel te is egy gazdi vagy, úgy hallottam, ezért próbáld ki. Hűha, jó, megnézzük. Így egyes be elég, ugye? Aha, persze. 30 centit.
tud magad fele is a szárítót, és így. Csak így meg nem érzem, hogy milyen meleg, nem akarom megsütni szegény. Akkor jó. Maradandó testi és lelki károkat okozik a kutyán. Gerinctorna, alakformáló aerobik, kardióbox vagy fit yoga, csak néhány népszerű program a Mozdulj Nyíregyháza kínálatából. Erről beszélgetünk most a következő percekben Hornyák Enikővel. Szia, Enci! Sziasztok! Nagyon örülök, amikor erről a témáról beszélgetünk. Egy, látlak, tehát ez már jó, így élőben. Kettő pedig, hát mindig jó híreket hozol, meg talán ez egy olyan program itt Nyíregyházán, ami aki ebbe belecsöppen, az nem tud csak szuperlatívuszokban, meg jó kedvel beszélni róla, úgyhogy milyen friss tavaszi híreket hoztál nekünk? Én is szeretettel köszöntök mindenkit, igen, most már lassan 8 év tapasztalatával beszélhetünk a Mozdulj Nyíregyházáról, és azt mondhatjuk, hogy a vírus helyzet ellenére azért sok jót is hozott a program történetében, hiszen még szélesebb réteghez tudunk eljutni, és most már nincsenek akadályok, tehát a tornatermi falakat úgymond leküzdöttük. Ez azt jelenti, hogy aki szeretné, egy héten keresztül fent vannak a videók, és bármikor megnézheti, bárhányszor végigcsinálhatja, és minden héten újabb mozgásformákon belül, újabb foglalkozásokkal jelentkezünk. Hát óriási most már a kínálat. Mik a legnépszerűbbek? Hát továbbra is a Latin Cardio Fitness, vagy ahogy régen neveztük, ugye a Zumba, a Fit Yoga, illetve nagyon népszerű a hétfő, szerda, péntek délelőtti, elsősorban időseknek szóló mozgásforma, ez a senior torna és a tartásjavító tornák, több százan, és ezt mutatja a Facebooknak ugye a statisztikája, hogy több százan végzik el az adott foglalkozást egy héten. Hát gondolom, hogy nem éri meg tulajdonképpen így elbliccelni, tehát rákattintani, és aztán csak pörög, amit néha az ember mondjuk ilyen kötelező előadásokon lehet, hogy megcsinál, de hát ezt valóban az ember az egészségért teszi. Milyenek a visszajelzések? Mert azért gondolom, hogy valaki miután letusolt, meg is írja a véleményét arról, hogy milyen volt ez az napi foglalkozás. Igen, nagyon sok pozitív visszajelzés érkezik, megköszönik az adott foglalkozást, de nagyon sokan üzenetekben is fordulnak hozzánk, kérdéseket tesznek fel, tanácsokat kérnek, hogy hogyan ilyen problémájuk van, akkor mit hova forduljanak, kihez forduljanak, illetve még mai napig akad egy-két olyan technikai segítségkérő üzenet, de azt látjuk azért, hogy az elmúlt több mint egy év alatt azért most már az emberek szívesen használják ezt az oldalt, és a foglalkozásokat nézik, és reméljük, hogy tényleg végig is csinálják, nem csak a karosszékből izzadnak virtuálisan az oktatókkal. Hát most már azért egyre jobb idő van, és van lehetőség ugye a szabadba is mozogni. Nyíregyháza város milyen nagyobb sportrendezvényeket tervez, illetve mennyire lehet előre tervezni mondjuk ennek a vonatkozásában? Azért tavaly sem unatkoztunk, tehát én azért azt gondolom, hogy nagyon sok lehetőség volt a nyíregyháziaknak, akár hogyha a nemzetközi nagyversenyekre, rendezvényekre gondolok, illetve azokra a civil kezdeményezésekre, mint például a Bringa Piknik, vagy a Bringaváros, vagy a Csillagfutás, stb. Ezek idén is benne vannak már a versenynaptárunkban, és ha minden jól megy, akkor júniustól elindulnak a nagy rendezvények, meg lesznek a kerékpáros rendezvények, készülünk egy nagy futófesztivállal is, ezért is majd javasoljuk, hogy kövessék a Mozdulj oldalát, hiába május 30-áig tartanak a programok, de nagyon sok újdonsággal fogunk jelentkezni június, július, augusztus hónapban is, illetve most májusban is egy picit próbáljuk motiválni még a nyíregyháziakat, hiszen például most éppen a Fátumos lányok vesznek fel minden héten egy-egy 30 perces videót, és akkor a magyar bajnok röplabdás lányokkal lehet majd együtt tornázni, és ők is részt vesznek majd remélhetően ezeken a nagy rendezvényeken, hogy a nyíregyháziakkal együtt népszerűsítsék a mozgást és az egészséges életmódot. Ezekre a nagy rendezvényekre kell esetleg regisztrálni, már amit a város szervez, erre gondolok, vagy hogyan lehet készülni rá? Ugye nekünk most még minden aktuális járványügyi helyzettől fog függeni, tehát amint lehetőség adódik rá, és a törvényben lesznek akár létszámkorlátozással lehetőségek, akkor mi természetesen azok figyelembevételével fogjuk elindítani a rendezvényeket.
de erről addig nem tudunk hivatalosat mondani, ezt mindenkinek a megértését kérjük. Nézzük a nyiregyháza.hu-t, a helyi médiákat, a Kölcsei TV-n keresztül is. Én azt gondolom, hogy igyekszünk mindenkihez eljutni majd minden információval. Na, még egy picit akkor ugorjunk a következő évszakra, az őszre. Akkor ugye újraindul reményeink szerint a 9. vagy 8. nem is tudom, tehát 8 év, ez hanyadik 13 évad. Májusában indultunk. Aha. Évadokat már ugye nem tudjuk, mert összemosódtak, de igazából ugye első és második fél évvel számolva, ugye ez már a 17. vagy 18. fél évi órarendünk lesz. Per pillanat most úgy tervezünk, hogy készülünk, ugye, hogy tavaly szeptemberben is készültünk tornatermi foglalkozásokkal, ha lehetőségünk lesz rá, akkor szeretnénk visszavinni az élő foglalkozásokat, hiszen az a közösség élmény azért az mindenkinek nagyon hiányzik. Hát az, hogy felöltözni, elmenni, igen, ott találkozni, lenni, kicsit dumálni, hazamenni. De készül már egy saját weboldalunk, és továbbra is lehetőséget fogunk adni most már az online órákra, anyai kicsit modernebb körülmények között, közösségi oldaltól függetlenül saját weboldalon keresztül. Szuper, tehát akkor reményeink szerint ugye lesz lehetőség akár otthon ráismételni, vagy tényleg egy tornaterembe menni. Van valami olyan sportág, ami esetleg kimaradt itt az évek során, vagy valahogy belecsempészhető még a Mozdulnyíregyházába, vagy szinte a, nem tudom, a síugráson kívül már minden volt. Ugye azért nekünk is vannak korlátaink, tehát ami olyan eszközöket igényel, hogy nem beszerezhető, vagy nem tudunk annyit bevinni a tornaterembe, azokat sajnos egyelőre mindenkinek a megértését kérjük, nem tudjuk betenni, ezt majd a weboldalon keresztül igyekszünk pótolni, akár oktató videókkal, vagy például most éppen készülünk a kosaras fiúkkal egy szabadtéri kondiparkos órára, hiszen Nyíregyházan ugye van 27 szabadtéri sportparkunk, és ennek a használatát fogjuk bemutatni a kosaras fiúkon keresztül. Na hát akkor reméljük, hogy sok lány nézi majd, mert azért ez egy ilyen kicsit izgalmas. Meg a férfiakat szeretnénk motiválni, mert azért az oldal statisztikája szerint még mindig 88%-a nő a követőinknek, tehát itt ezúton is kérem a férfiakat, hogy nagyon jó TRX-es óráink vannak, vagy akár Milovikivel a kardiobox, ezért egész jól megizzasztaná őket, érdemes kipróbálni. Na hát akkor hajrá fiúk, tessék egy kicsit a lányok nyomdokaiba lépni. Enci, köszönjük szépen, hogy is voltál. Kedves nézőink, ha az előző beszélgetésből kedvet kaptak egy nagy sétára, vagy mondjuk kerékpározásra, akkor érdemes célba venni a nyíregyházi állatparkot, ahol zászlós farkú Gerez a bébi született nemrég. Hosszú idő után végre újra Nyíregyházi állatparkba jöhetünk, egy nagyon különleges kis apróság látott itt napvilágot. Mi az ő pontos neve? Zászlós farkú Gerez, vagy zászlós farkú Kolóbusznak hívják ezt a igazán impozáns megjelenéssel rendelkező állatot. Ha ránézünk az állatra, akkor nagyon szépen látszódik, hogy oldalsó sörénye és hosszú zászlós farka van. Ennek nem csak az impozáns megjelenésben van szerepe, hanem komoly funkciója van a helyváltoztatásban, ugyanis általában a lombkorona szintjén tartózkodnak ezek az állatok, és mikor vízszintes testből levetődnek a mélybe, akkor ez a hosszú fedőszőrzet, ez ejtőernyőként funkcionálva tulajdonképpen csökkenti a sebességüket. A kicsinek merőben más a színezete, mint a nagy állatoknak, hogy pontosan mi azok, nem lehet tudni. A kicsi vakítófehér bundával rendelkezik, ennek a bundának a színezete 3-4 hónapos korban meg fog változni. Valószínűleg azt gondolják a tudósok, hogy annyira erős fehér színezete van az állatnak, hogy minden csapattag rá fókuszál, így komolyabb figyelmet kap a kis állat. Lombevő fajról van szó, a kicsi természetesen még anyatejjel táplálkozik, de ő is majd a későbbiekben lombokkal, rügyekkel fog majd táplálkozni, és pontosan emiatt ennek az állatnak összetett a gyomra, csak úgy, mint a kérődző patásoknak. Thank you.
A kicsi mellett azért van itt 4 felnőtt egyed is, és hogyha jól tudom, nekik az a fehér sáv az oldalukon korábban majdnem a vesztét okozta a fajnak. Így van, jelenleg szerencsére a vörös lista az IUCN besorolás alapján már nem nincsenek közvetlen veszélybe a kipusztulástól. Nyilván az élőhelyek vesztése és a trófea vadászat még most is tizedeli állományaikat, de korábban majdnem a kipusztulás szélére kerültek, hiszen afrikai törzsfőnökek fejdiszként használták a bundájukat, és Európában pedig szőrmegallért készítettek belőlük. Részt vesznek nálatok ők is a fajmegőrzési programban? Az itt lévő tenyészpár, mind a hím, mind a nőstény az európai fajmegőrzési program keretében jött hozzánk, és a kicsinek a legutóbbi testvére 2,5 évvel ezelőtt született, úgyhogy nagyon örülünk a mostani családgyarapításnak. Azt lehet tudni már, hogy a kicsinek mi lesz a későbbi sorsa, itt marad, vagy megy valahova másik állatparkba? A következő lépés az az, hogy megállapítsuk az ivarát. Ugyanis a kicsinek még erősödnie kell ahhoz, hogy az első állatorvosi vizsgálaton átessen, és ahogy tudjuk, utána a faj koordinátornak ezt lejelentjük, és ő fog dönteni a kicsi sorsáról. A most itt lévő 2,5 éves nővérkéje velünk van, és előszeretettel szokta egyébként magával cipelni a kis testvérét is. Egy nagyon érdekes dolgot láttunk itt az előbb, hogy a felnőtt egyedek így egymásnak adogatták a picit. Ennek mi az oka, vagy ennek mi a jelentősége? Ebben a csapatban jelenleg egy ivarérett hím van, a többi ivarérett állat pedig nőstény, és az anyai ösztön mindenkibe felelevenedik, és szeretik ilyenkor a kicsit babusgatni. Ez az apróságnak is jó, hiszen a szociális kötelék így erősödik közöttük. Kedves nézőink, ne menjenek messzire, folytatjuk a víkend második részével, fagyit kóstolunk majd, és bemutatjuk az év állatait és növényeit is, maradjanak velünk. Kedves nézőink, ez már a víkend második része, május 10-én lesz hivatalosan a Madarak és Fák napja, ez Herman Ottó javaslatára 1906 óta a természet ünnepe. Ennek alkalmából összegyűjtöttük, mik a 2021-es év állatai és növényei. A mezei verébnél valamivel apróbb cigány csuk hazai állománya 54%-kal csökkent az elmúlt 21 évben. Sík és dombvidékeken, fákkal, cserjékkel tarkított, nyílt élőhelyeken, csatornapartokon, gyümölcsösökben fordul elő. A hím feje, torka és háta fekete, begye és melle rozsdavörös. Széles nyakfoltja, keskeny szárny és farkcsíkja fehér. Évente 2 költ, április és augusztus között, a fiókákat pedig mindkét szülő eteti. Rovarokkal, pókokkal, hernyókkal táplálkoznak. Vonuló énekes madár a telet mediterrán területen, Észak-Afrikában tölti, de egyes példányok áttelelhetnek. Telelőhelyéről legtöbbször már március elején visszatérnek első példányai. Magyarországon védett madár, természetvédelmi értéke 25 000 forint. A lisztes berkenyek középhegységeink sziklás termőhelyeinek ritka a rózsafélék családjába tartozó vadgyümölcsfaja, amely nagy alakváltozatosságot mutat és gyakran kereszteződik más berkenyékkel. Ritka, de ökológiai jelentősége miatt természetes erdeinkben fontos faj. A nem túl magasra, kb. 10 méterre növő lombhullató faj a sziklás erdőterületeket kedveli. Széles, lapos, boltozatú, szabálytalan korona, ezüstös, szürke, sima kéreg és hosszúkásan tojásradlevél jellemzi. Nagyméretű fehéres virágzata rengeteg beporzó rovart vonz, vörösbogyós termése a madarak egyik kedvenc tápláléka. Hazánkban védett faj, természetvédelmi értéke 10 000 forint. A mennyittel rokon, ritka kisragadozóval főként szürkölet után éjszaka találkozhatunk. Ekkor a legaktívabb.
a rejtőzködés nagymestere. A hátán barna, hasán világos nyári bundáját havas teleken hófehérre cseréli, csak a farka vége marad még ekkor is fekete. Mivel az éghajlatváltozás miatt egyre ritkábbak a havas telek, a téli bundás hermelin mára lassan a fehér holló ritkaságával vetekszik. Korábban éppen a bundája miatt vadászták, a középkor legdrágább hófehér prémfélessége a gazdagságot, nemesi származást is jelképezte. A 4-6 évig élő emlőskedveli a facsoportokkal tarkított vízközeli gyepes, fűves helyeket, a településeket viszont kerüli. Magyarországon ritka, védett, természetvédelmi értéke 50 ezer forint. Akár egy kolibri egy helyben lebeg a virágok előtt, majd hirtelen tovareppen bármely irányba, hátrafelé is. A legtöbb szenderfaj alkonyatkor vagy éjjel repül, a kacsa farkú szendert viszont kora délelőttől kora estig láthatjuk az ország bármely vidékén, akár még nagyvárosok emeletes házainak erkélyein is tavasztól őszig. Potrok vége jellegzetes alakú, lapított, keskenyedő, amely segíti őt a kormányzásban, az éles irányváltásokban. Innen a kacsa farkú elnevezés. Több szenderfajjal együtt a mélytorkú virágok beporzásában játszik fontos szerepet, ugyanis az ilyen felépítésű virágok pollenéhez és nektárjához csak kevés beporzó fér hozzá. A fán növő, nagy termetű, óriás bocskoros gomba 8-15 cm átmérőjű kalapja fehéres sárgás színű, felülete sejmes, később szálas pikkelyes. Fehéres tönke tövét védő, jól fejlett, okkel sárgás, barnás bocskora, idővel szabálytalanul felszakadozó. Ehető gomba, fehér húsa puha, vizenyős, retek szagú, íze jellegtelen. Fakorhasztó gombaként fontos szerepet tölt be az erdei életközösségek körforgásában. Élő vagy korhadó idős fatörzseken, tuskókon és fatörzsek odvaiban terem. Az idős korhad faanyag mennyiségének csökkenése veszélyezteti fennmaradását természetes környezetben, ezért bár ehető, nem szedhető. Védett faj természetvédelmi értéke 5000 forint. A zöld varangy terep hatású rejtőszíneivel beolvad környezetébe. Bőre nem nyálkás, bőrmirigyei az emberre nézve veszélytelen méreganyagokat termelnek. Jól alkalmazkodik a szélsőséges viszonyokhoz. A természetben inkább a nyílt térségek lakója, de lakott területen is gyakori. Hazánkban talán nincs is olyan település, ahol ne élne. 10 évnél is hosszabb ideig élhet, jelenléte a kertben kifejezetten hasznos. Októbertől márciusig védett búvóhelyre húzódik vissza, április-május táján pedig vízhez vonul szaporodni. A legnagyobb veszélyt szaporodó helyeinek eltűnése jelenti, de a lakott területeken, főleg esős éjszakákon tömegesen esnek a gépjárművek áldozatául. A zöld varangy Magyarországon védett, természetvédelmi értéke 10 ezer forint. A vetési konkoly a szegfűfélék családjába tartozó, eredetileg a földközi tenger mellékéről származó 50-70 cm magas növény. A virágszirmok különleges színét május és július között láthatjuk. Vetések, főként kalászosok egykor közönséges, maritka és védett növényfaja. Mivel a növény nagy mennyiségben mérgező magja hasonlít a búzájéra, és a hagyományos magtisztító eljárásokkal nem lehetett attól elválasztani, így előfordult, hogy a lisztbe darálták, és a kenyeret kékre festette. A fokozódó vegyszer használat során megritkult, és 1993-ban első gyomnövényként védetté nyilvánították. Napjainkra a legtöbb szántóról eltűnt. A vetési konkoly ma Magyarország egyetlen védett gyomnövénye, eszmei értéke 5000 forint. A közepes méretű jászkeszeg világos pikkelyű ezüstös színű ponyféle. Táplálékát zömmel az üledékben rejtőző gerinctelen állatok puhatestűek alkotják. Áramlás kedvelő, de gyakran frissülő állóvizekben, így például a Tiszatóban is megtalálható. A Balatonban ugyanakkor ritkaságnak számít. Legfeljebb 18 évig élhetnek. Ívási ideje a késő tavaszi időszak, ezért április 15-től május 31-ig fogási tilalom védi. A jászkeszek kifogható legkisebb mérete 20 cm. Húsa szálkás, de ízletes. Magyarországon a horoggal zsákmányul ejtett eddigi legnagyobb példány 3,86 kg volt. A
A fekete nadájtő, mocsárrétek, vízpartok, nedves területek hazánkban is honos, évelő növénye. Egész nyáron virágzik, gyökerét tavasszal, ősszel, leveleit virágzáskor kell gyűjteni és körültekintően szárítani. A gyógyászatban elsősorban a gyökerét hasznosítják. Gyulladás és ödéma csökkentő, fájdalomcsillapító hatását klinikai vizsgálatok támasztják alá. A fekete nadájtő számos kozmetikum és gyógyszer összetevői között megtalálható, a növény közvetlenül szájon át fogyasztva veszélyes, teaként borogatásra, tehát nem belső fogyasztásra azonban használható. Bár most a koronavírus miatt nincs túl nagy felhajtás a fagylalt világnapi alkalmából, mi azért megünnepeljük itt a stúdióban. Vendégünk Pokoracki Ágnes, és rengeteg finomságot hozott. Szia Ági! Szia Magdi! Kicsit úgy vagyok, mint Pavlov kutyája, tehát már nehéz beszélni, nem beindul hanyál elválasztás. Hozzá lehet ahhoz szokni, hogy az ember ilyen finomságokat... Abszolút. Igen? Kell hozzá pár év, de igen. Tehát az akkor... Pár év kitartó fagylaltozás után az ember már tud nemet mondani, de vannak olyanok, gondolom, aminek te sem tudsz nemet mondani. Mik azok a fagyi ízek, ami mindig elgyengít, és mondjuk szívesen eszel akár naponta belőlük? Hát egyszerű ízek szerintem, étcsoki, karamell, citrom, eper, számomra ezek, amik így visznek mindent. Azt gondolom, hogy az embereket is végül is lehet többféle csoport, kategorizálni az szerint, hogy a gyümölcsfagyikat kedvelik, vagy a teljes fagyikat, vagy hát ugye vannak, akik tényleg bizonyos allergiák miatt csak korlátozottan fogyaszthatnak, de én úgy látom, meg úgy tudom, hogy most is például ezen az asztalon van olyan, amit például egy cukormentes diétát fogyasztó bátran ehet. Mik a legkeresettebbek egyébként? Szerintem az a legkeresettebb íz az a vanília és a citrom. Ezt bátran elmondhatom még most is. Amit észrevettem ebben a szezonban, az az, hogy körülbelül minden ötödik ember megkérdezi azt, hogy milyen cukormentesünk van. És ez azért ennyire nem volt jellemző korábban. Tehát ez mindenképpen. Meg az, hogy tejmentes. Tehát nem csak az, hogy laktózmentes, hanem tejmentes. Valószínűleg úgy van az ember, hogy ha már bűnöz, mert hát ugye mindenképpen ezek plusz kalóriák általában, akkor legalább akkor ne legyen benne cukor, aki meg nyilván tejmentes diétát folytat, annak azért ez egy fontos szempont, hogy utána ne legyenek görcsei. Hoztam nagyon különleges fagyikat, például, aminek az a neve, hogy anyai ölelés. Ezt kitalálta ki, vagy miért vannak már ilyen érdekes fantázia nevű fagylaltok a piacon? Én közben kóstolhatok? Persze, kérlek. Mert hogy bátran. Te beszélsz, én meg kóstolok, akkor most ez lesz a felállás. Igazából az anyai ölelés az ő lenne. Uh-huh. Egy ilyen játékos ízvilágot próbáltunk ezzel így megalkotni. Kicsit hasonlít gyermekkorunknak a tutti frutti ízére, uh-huh. és mangóval rétegeztük. Én nagyon szeretek ilyen a nevekkel játszani, igazából szerintem nagyon jó azt a pult mögül hallani, hogy kérek egy anyai ölelést, így számunkra is elég vicces, de szerintem a vendégeink számára is. Én már tudom, hogy melyikből kóstolok, mert Ági elmondta itt a szadás elején. Én egyébként az ilyen teljes fagyikat kedvelem elsődlegesen. De ha nincs más, akkor természetesen jöhet a gyümölcsös is. Időnként cukormentes, mert hogy a lelkismeret furdaláson próbálom tompítani. És időnként egyébként az emberek otthon is megpróbálnak fagyit készíteni. Ugye valaki fagyigépet vesz, meg vannak ezek a kis műanyag bigyók, amiben csak bele kell tenni, és aztán majd, ha megfagy a fagyóból, akkor az ember kiveszi. De valahogy azok soha nem olyanok. Miért? Nekem érdekes módon egyik barátnőm kérdezett tőlem egy receptet, megcsinálta az alapján, és azt mondta, hogy nagyon finom lett. Aha. Úgyhogy lehet úgy is készíteni. Szerintem alapvetően, ami nálunk más, az a gépünk, amit használunk. Tehát ami egyszerre fagyaszt, és levegőt is tesz így a masszához, emiatt lesz olyan krémes. Tehát nagyon, nagyon fontos maga a gépesítés, szerintem, gondolom. Hát ez nagyon finom, már nem tudom ez melyik, szerintem ez a tejbe gríz volt. És az az őrség. Igen. Ez az ország tortájának analógiájára készült? Tehát ugyanaz az ízvilág köszön vissza? Hát nyilván ugyanazt nem tudjuk megalkotni, de egy fehér csoki alapra tettünk rá pisztácia rétegezést, tökmagot és málnalekvárt. Gondolom az is nagyon fontos, hogy minőségi és tényleg szuper alapanyagokból készüljenek
a fagylaltok. Például ezekbe gyümölcsök kerülnek valóban, vagy pedig valamilyen aromák, vagy porok? Hát nekem az a vízium, hogy minél természetesebben dolgozni. Vannak olyan, tehát mondjuk egy versenyre nyilván tojásból készítjük a fagylaltot. Ezt nem feltétlenül teszem meg mondjuk minden nap, de azért nekem inkább ez az, ami az én szívügyem, hogy minél természetesebben és minél kevésbé feldolgozott alapanyagokkal dolgozzak. A gyümölcseink egyébként teljes mértékben gyümölcsből készülnek, tehát úgy a citrom, az eper, a málna, ugye itt van a győztes birs, a homoktövis, ez egy fahéjaszilva. Hogy kell elképzelni egy versenyt egyébként? Hát... De egyrészt mennyi ideig készültök rá, tehát hány fagyi készül el, mire az az ízvilág megszületik, másrészt pedig tényleg ott hogyan zajlanak az események? Hát szerintem minél többször megy valaki, annál rutinosabb, úgy gondolom, meg sokat lehet tanulni egy-egy verseny után is. Sok idő, amíg így kikísérletezünk valamit, tehát sok-sok kísérlet előzi meg, valamikor kevesebb, szerintem ez attól függ, hogy mennyire sikerül eltalálni. Mennyire már az elején sikerül eltalálni, de nyilván még utána is kell kísérleteket folytatni, hogy megnézzem, hogy így milyen még, úgy milyen még. Számomra mindig van egy ilyen izgalom benne, hogy várom, hogy nem mi lesz az eredmény. Valamikor sokszor csalódok, azért meg kell, hogy mondjam, de összességében azért jó élmények is vannak. Elég sok jó élmény van nekem, én ezt nagyon szeretem csinálni, ezt a részét. És igen, visszatérve még a gyümölcs témára, tehát hogy tényleg nekem ez a szívügyem, hogy minél természetesebben dolgozni. Melyikre vagy a legbüszkébb? Vagy lehet egyáltalán ilyet kérdezni? Én azt hiszem, hogy inkább erre a dobozra vagyok legbüszkébb. Tényleg 50%-os gyümölcstartalom van benne, úgyhogy... De egyébként például a pisztáciában is nyilván, tehát a többi fagyink is nagyon-nagyon jó, de egyelőre még ez, amit úgy tényleg tiszta szívvel, bátran, nagyon felvállalva. Tested, lelked, szíved, minden benne van ezekben a gombócokban. Ági, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Még annyira finom volt, hogy most már folyamatosan beindult a nyáltermelődésem, úgyhogy még szerintem azt a pisztáciát is meg fogom kóstolni, mindenből csak egy picit. Az cukormentes? Nem, az nem cukormentes, az nem. De 100% pisztácia. Rákóstolok egy kis cukormentest, és akkor ezzel megnyugszom. Hát én remélem, hogy most már ragyogó idő lesz, és nagyon sokan ilyen ízélményekkel gazdagodva távoznak majd tőletek, és elégedetten. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy eljöttem. Kedves nézők, fagylaltot már bárhol lehetünk, és a fokozatos enyhítéseknek köszönhetően már néhány kulturális intézménybe is ellátogathatunk a megyében. Erről mutatunk most egy kis körképet. A megyei körkép első állomása Tiszavasvári, a megye egyik nyugati települése. A városi könyvtár szolgáltatásait csak védettségi igazolvánnyal lehet igénybe venni, a kölcsönzés azonban mindenki számára elérhető. Hogy mely könyveket szeretné kivenni az olvasó, azt előzetesen egyeztetni kell a könyvtár munkatársaival. A gyermeknapot már szeretnék megtartani május végén, és a Vasvári Pál Múzeumban, valamint a Találkozások házában is készülnek programokkal. Annak örülünk, hogy végre beindulhatott a kulturális élet Tiszavasváriban, és egyelőre ugye a kiscsoportos foglalkozásoknak, tanfolyamoknak adunk helyet. Olyan programoknak az előkészítése ugye az folyamatosan zajlott, illetve zajlik, ugye, ami már május második felében, tehát itt a gyermeknaphoz kapcsolódó programokat is szervezzük. Ezek egy része online formában fog megvalósulni, de bízunk abban, hogy a személyes jelenlétre is lehetőségünk nyílik. Tehát ezt az utolsó hétvégére tervezzük, fotózással, játékokkal, interaktív dolgokkal készülünk, tehát reméljük, hogy ezek nagy része meg fog valósulni, illetve még a pandémia ideje alatt hirdettünk mi egy pályázatot, ahová rendezvényfotókat vártunk, és ebből az árkádok alatt, tehát a Találkozások háza előtt egy utcagaléria fog nyílni, aminek a megnyitóját szintén a hónap végére tervezzük, és ez megtekinthető majd teljesen június közepéig. Aztán ugye itt a pandémia ideje alatt már előkészítettük a nyári rendezvényeinket, hiszen ha lehetőségünk lesz rá, akkor tartalmas szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget kínálunk majd, hiszen minden hétvégére
valamilyen nagyszabású programmal készülünk, tehát szabadtéri színház, piknikmozi, aztán készülünk a már 16. alkalommal megrendezésre kerülő önforgatóverseny és néptánc találkozónak a programjával is. Aztán tavaly nagyon nagy sikert aratott a Gyere a térre nyári programsorozatunk. Tehát ennek keretében nosztalgia estel készülünk, lehetőséget biztosítunk a helyi művészeti csoportoknak a bemutatkozására, tehát városi zenekar, mazsorett csoportunk, bőbölyös néptánc együttes, és emellett természetesen megyei szinten, vagy pedig országos szinten is ismert és elismert művészek is meg fognak fordulni itt Tiszavasváriban a szabadtéri rendezvényeken, tehát gondolok itt például a For Dance-re, vagy Mészáros Árpád Zsoltnak a műsorára, tehát én úgy gondolom, hogy ha lehetőségünk lesz rá, akkor tartalmas programokkal készülünk, és ami újdonság, augusztus utolsó hétvégén egy úgynevezett mini utcazenei fesztivál helyszíne lesz Tiszavasvári. Utunkat Nyírbátorban folytatjuk, ahol számos kulturális és a szabadidő hasznos eltöltésére szolgáló létesítmény várja a turistákat. Mi mindent hétfőtől nyitottunk. Nyilván itt vannak kiemelt fontosságú intézmények, ilyen a gyógyfürdő, ilyen a kulturális központ, ahol nyilván most már azóta a kisebb-nagyobb nehézségek mellett folyamatos a működés, de a városban számos olyan egyéb közösségi tér működik, mint de a rászorulók részére működő Settlementház, vagy Biztos Kezdetház, vagy a gyermek, család és ifjúsági kuckó, vagy a korábban pár éve átadott családi központunk, ahol játszótér, közösségi terek és a régi kettes iskolából átalakított, kialakított nagyon sok egyéb foglalkozás van. Tehát számos ilyen közösségi szinterünk van. Folyamatosan készültünk, tehát nekem az volt a filozófiám, hogyha túl vagyunk és biztonságban meg lehet rendezni ilyen programokat, nagyon fontos, hogy a város felkészült és kellő időben előkészülve várja ezeket a lehetőségeket. Azért is, mert nyilván ez a vírus nem csak gazdasági, meg társadalmi, meg egészségügyi szempontból volt nagyon, nagyon nehéz és nagyon káros, hanem azért szociológiailag is, tehát itt a társadalmi életünk, a szórakozásunk, az egymással való találkozási lehetőséget, a kikapcsolás az nagyon sok ponton okozott nehézséget az embereknek, depresszió, bezártság és a többi. És azért fontos volt, hogy ha nyáron elérünk odáig, hogy nyitni tudjunk, akkor felkészültek legyünk. Nagyon sok színes programmal várjuk a nyírbátoriakat, koncertek lesznek, a Kowalskivel, Hello-tól kezdve. Nagyon sok olyan program van már leszerződve, retro napok, a különböző bevett a zenei napok programsorozat is folytatódik már megint ebben az évben, ugye tavaly el kellett, hogy maradjon. A lovas napoktól kezdve valamennyi olyan programot és fesztivált, amit össze lehetett rakni, amit biztonságban elő lehetett készíteni, azt megszerveztük, rengeteg klubkoncert lesz, korzó lesz a városban, tehát úgy fogalmazok, hogy amikortól tudunk a nyáron nyitni, szinte minden héten és hétvégén színes kulturális programok lesznek a városban. A benti térben megrendezett kulturális központban például megrendezett színházi előadások, musicalek, koncertek, azok a jelenlegi szabályok szerint ugye oltási igazolvánnyal látogathatóak. Ha tovább utazunk, hamar elérkezünk Máté Szalkára, ahol a Szent Péter Kulturális Központ hétfőn nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. Alig vártuk, hogy nyithassuk a közönség előtt a kultúra kapuit. A feltételeket illetően hát nyilván a mindenkori járványügyi szabályokat be fogjuk tartani. Tehát ebben a pillanatban ez azt jelenti, hogy védettségi igazolvánnyal lehet a beltéri rendezvényeken részt venni. Alapvetően ugye a közösségépítés online formában igazán nehéz, mégis úgy gondoltuk, hogy nem lehet elengedni a kezét a lakosságnak kulturális értelemben véve. Arra törekedtünk, hogy minden fontosabb eseményt legalább online megünnepeljünk. Szerencsére van egy városi televízió, amelyik folyamatosan le is adta ezeket a felvételeket. A közösségi médiában próbáltunk még tartani kapcsolatot a lakossággal, illetve olyan megoldásokat választottunk, hogy mi mentünk ki utcára a kultúrával. Zenével, tánccal, képzőművészettel is. Ez úgy tűnik, hogy arra elég volt,
hogy életben tartsuk azokat a sejteket, azokat a fontos bástyákat, amelyek a mátészalkai kultúrát meghatározzák. A jövőt illetően hát természetesen arra vágyunk, hogy minél hamarabb normális kerékvágásba tudjuk folytatni az életünket. Első körben úgy vélem, hogy a szabadtéri programokra kellene a hangsúlyt fektetni, hiszen ott kevesebb a valószínűsége, hogy megfertőződjön valaki. Szabadtéri programoknál természetesen nem a nagy, több ezres rendezvényeket, fesztiválokat gondolom, hanem pár százas kisebb színházi, táncművészeti, egyéb előadásokat. A beltéri rendezvények tekintetében pedig, mint említettem, újraindul a színház, amely alap tevékenysége a mi intézményünknek, és hát azokat a nézőket szeretettel várjuk, akiknek van már védettségi igazolványuk. A rövid körképünk záró települése Vásárosnamény, ahol bár még sok intézmény nem nyitott meg, már lázasan szervezik a népszerű zoárnapi sokadalmat. Május 1-ével elindultunk újra abban az irányban, hogy a Beregi Múzeum megnyitotta a kapuit, a Tomcsányi kastély kiállító tereit most már újra lehet látogatni. A vendégeink az állandó és időszaki kiállításokat meg tudják tekinteni. A múzeumtól megszokott magas színvonalon várják a lakosságot, várják a látogatókat, várják a turistákat. Ugyanakkor a Beregi Múzeum hamarosan egy új időszaki kiállítással is indul majd. Könyvbemutatóink is lesznek, és egyéb új programok is megtekinthetőek, amelyeket a www.beregimuseum.hu honlapon elérve tájékozódhatnak a kedves érdeklődők. Nagyon fontos számunkra a Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ, hiszen térségi szerepet is betölt. A művház közvetlenül még nem nyitott meg, ugyanakkor nagyon komoly előkészületek folynak, hiszen nagyon sok olyan nyári programunk van, gondolok itt a zoárnapi sokadalomra, vagy a Tiszaparti programunk leporolására, amely kapcsán először augusztus 20-án 21-én egy nagyszabású programmal, republikkoncerttel és egyéb közösség szórakoztató programokkal várunk mindenkit Gergely Ugonyára, míg a zoárnapi sokadalom szeptemberre csúszik át, szeptember 17-18-ára, ahol is ismerős arcok és Rózsa Magdi koncerttel várunk majd mindenkit. Persze hagyományos hagyományőrzés, hagyományápolás, a népi kultúra, a beregi táj szépségének a megismertetése az ide érkezőkkel, valamint egy újfajta közösségformálás is meg kell indulni, hiszen valljuk be, hogy az elmúlt egy esztendő teljesen kizárta a közösségi találkozásokat és érintkezéseket. Nagyon fontos számunkra, hogy a Vásárosnamény és a város és a Hunor étterem, panzió és kiállító tér egy nagyszabású programmal készül majd, ez pedig nem más, mint a vadászati világkiállítás. Ennek tükrében minden hétfői napon egyeztetni szoktunk, és látjuk azt, hogy itt aztán vadászati programok, kulturális programok, gyermekprogramok komplexitásában valósulhatnak majd meg. Ennek az időpontja szeptember 25 és október 15 közötti időszak. Nagyon fontos számunkra, hogy vidéki helyszínként Vásárosnamény ott van ezen a neves program, amikor is újra vadászati világkiállításnak ad otthont Magyarország, és ezáltal a kisvárosunk is. A Szilva Wellness és termálfürdőnk hétvégén már elindult, kinyitott újra. Az úszók, sportolni vágyók, a wellnessezni vágyók visszatérhetnek. Persze szigorúan azok, akik rendelkeznek oltási igazolással, kártyával, akár úgy, hogy túlestek a betegségen, akár úgy, hogy megkapták a megfelelő oltásokat. S gőzerővel készülünk persze a nyári V4-es kerékpáros versenyre is, amelyre ugye Ibrány, Nyíregyháza és Vásárosnamény hármas egységében kerül majd sor augusztus végén. Kedves nézőink, ennyi volt mára a Weekend, tartsanak velünk a jövő héten, ugyanebben az időpontban, amikor újabb állatparkos apróságot mutatunk majd be önöknek, addig is vigyázzanak magukra. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!